A stúdióban Üri Csaba, a Fidesz LP képviselője. Jó estét kívánok! Hát közben itt nem titok, hogy a bejátszás közben beszélgettünk arról, időről időre felröppennek hasonló hírek. Az ember laikusként azt gondolná, hogy a minimál jövedelmet egységesíteni európai szinten, az meglehetősen nehéz, hiszen hogyha a Bulgáriától Nagy-Britanniáig terjed az európai skála, feltehető, hogy teljesen más adatok, teljesen más minimál jövedelmi igények merülnek fel egy-egy tagállamban. Elég sok a bizonytalanság ebben a körben, azért szögezzük le, hogy az Unió 27 tagországa közül mindössze 4-ben nem létezik a minimál jövedelemnek valamilyen formája vagy valamilyen intézménye. Ugye az egyik vita itt az a szubszidiaritásnak a kérdése, mi az, ami az egyes tagországok hatáskörébe tartozik, és mi az, ami az uniós hatáskörben tartozik. A vita itt igazából nem azon van, hogy lehet-e egy egységeset, nyilvánvalóan nem lehet. Hát egy dán vagy egy svéd átlagjövedelem vagy életszínvonal nem hasonlítható össze egy bulgár vagy egy román életszínvonal, és nyilván nem lehet ugyanazokat a mértékeket alkalmazni. De az, hogy minden országnak a saját lehetőségeihez képest legyen valamilyen meghatározott minimál jövedelme, ez egy releváns gondolat, ezt sokan fölvetik, ugyanakkor nagyon sok a félelem, hogy az Unió itt túlterjeszkedik a saját hatáskörén, és az egyes országok inkább azt az álláspontot képviselik, hogy majd ők megoldják ezt a problémát a saját hatáskörükben. Ugyanakkor a mostani válság arra rávilágított, hogy bizonyos értelemben érdemes újraértelmezni ezt a fajta, hogy mondjam, a nemzeti érdekeket mindenek fölé helyező megközelítést, hisz be kellett látnunk, hogy sokkal hatékonyabban vagy sikeresebben tudunk ellenállni a hasonló válságoknak, hogyha közös érdekű politikaként fogalmazunk meg mind a gazdaságpolitikát, mind a szociális politikákat, mind a foglalkoztatás politikát, és a lisszaboni szerződés végeredményben ebben egy előre lépést hozott, mert azt mondja, hogy irányelveket kell alkalmazni, ezeket ellenőrizni kell, a vállalásokat valóban be kell tartani, következménye legyen, hogyha ne tartsuk be. Tehát szükségünk van arra, hogy összehangoljuk a gazdasági és foglalkoztatási politikáinkat annak érdekében, és bizonyos értelemben a szociálpolitikáinkat annak érdekében, hogy csökkentsük a szegényeknek a számát. Ma 83 millió munkanélküli, 83 millió szegény ember, vagy 80 millió szegény ember van Európai Unióban, ami talán az első világháború előtt volt utoljára ilyen mértékű, és hát a munkanélküliség, a válság után 23 millió ember európai szinten nem talál munkát. Ezek olyan adatok, amin változtatni kell, különösen, hogyha tekintetben vesszük, hogy a demográfiai folyamatok sem igazán kedvezőek számunkra, egyre előregedőbb társadalmakban élünk. Szükségünk van arra, hogy jóval többen dolgozzunk, jóval többet dolgozunk, megteremtsük a feltételeit annak, hogy az az életforma, amire Európa méltán büszke, az fenntartható legyen. Ha már a foglalkoztatási iránymutatásokról beszélt, ön volt a jelentéstevő annak a dossziénak, amelyet egyébként októberben fogadott el, tehát nem olyan régen a foglalkoztatási hát a parlament és szociális miniszterek tanácsa. Na most ezek a foglalkoztatási iránymutatások, ezek hogyan foglalhatóak össze néhány mondatban? Megint csak ugye az általános és a konkrét között őrlődik, gondolom, az ember ilyenkor, amikor egész Európa számára, az Unió számára próbál pontokba szedve megfogalmazni valamit. Azért egy folyamat részeként vagyunk. Maguk a foglalkoztatási irányelvek most beleilleszkednek a 2020-as stratégiáról való közös gondolkodásban, része a 2020-as stratégiának. Tehát azok a céltitűzések, amiket a stratégia megszab, hogy a zöld gazdaságot erősítsük, hogy a tudás alapú gazdaságot, a megfelelő új ismereteket, az innovációt, a kreativitást erősítsük, ezek mind részei a foglalkoztatási megfontolásoknak is. Az a cél, hogy teljesen megújítsuk az oktatási képzési rendszereinket, hisz nagyon gyorsan változnak a kihívások, nagyon gyorsan változnak az ismeretek, amelyek szükségesek egy jól működő gazdasághoz. Teljesen egyértelmű az, hogy munkahelyeket létrehozni elsősorban a közép- és kis vállalkozások körében lehet, tehát az elsősorban a termelőtípusú közepes és kis vállalkozások számára kedvező gazdasági környezetet, ez nyilvánvalóan a pénzügyi rendszereknek, adórendszereknek az újra gondolása.
gondolását jelenti. Ez nem magyar sajátosság, ez nem picit, a most hatalomra került Fidesznek az agylövéséről van szó, hanem épp ellenkezőleg ez ma az európai, ahogy mondani szokták, mainstream gondolkodás. Tehát ez a gondolkodás fő iránya, közép- és kisvállalkozások, kedvező adórendszer, sok energiát és erőfeszítést az oktatásban, ehhez megfelelő támogatásokat, kutatásra, fejlesztésre koncentrálni, és lehetőleg egyébként ezeket a fenntartható környezeti feltételek figyelembevételével, tehát nagyon erőteljes irány van arra, hogy amit zöld gazdaságnak szoktak nevezni, a környezet gazdálkodásnak szoktak nevezni, az legyen az egyik kitörési pontja az európai gazdaságnak. Ezek tehát iránymutatások, hogy jobban tetszik, alapelvek, de hogyan lesz ebből gyakorlat? Tehát lát-e olyan nagyobb európai projektet, vagy akár hosszú középtávon olyan európai ügyet, amelyben Magyarország konkrétan gyakorlati módon vehet részt, és amiben, a foglalkoztatásunkat... Amiben újat hoz a lisszaboni szerződés, és ez a 2020-as stratégia is, hogy az, hogy magát a stratégiának a kereteit felrajzolta a tanács. Most megszülettek a foglalkoztatás irányelvek, és amit végül a parlament és a tanács közösen elfogadott. Éppen a napokban készülnek el azok a nemzeti programok, amelyek ezeket konkrét elképzelésekre, konkrét megvalósítandó határidőzött vállalások formájában adják be az uniónak. Ennek alapján egy jóval részletesebb, jóval pontosabb, és már a megfelelő nyomonkövetési mechanizmusokat, számonkérhetőséget is magába építő változata jön létre az év végére. Tudomásom szerint az Európai Tanács az idén még határozni szeretne ezekről az ügyekről, de ha nem, akkor a jövő év legelején. És alapvetően azt gondolom, hogy ez egy helyes megközelítés, tehát éppen azért, mert sokfélék vagyunk az Európai Unióban, éppen azért, mert az egyik nagy vesztesége a mostani gazdasági válságnak, hogy mindaz az erőfeszítést, amit a strukturális alapok, a kohéziós politika révén befektetett Európába, hogy a különbségeket csökkentse a fejlettebb és a kevésbé fejlettebb, a sikeresebb és a kevésbé sikeres régiók között, a válság ezt gyakorlatilag elmosta. Tehát most újra elő kell vennünk, figyelembe kell vennünk a különbségeket, ennek megfelelően a kohéziós politikát, tehát a különféle fejlesztési, támogatási, szociális támogatási politikákat összhangba kell hozni a közösen elhatározott gazdaságpolitikai irányokkal, elképzelésekkel, zászlós hajó elképzelésekkel, ahogy ezeket fogalmazzák, és ilyen értelemben az a folyamat következő lépése az, ami most zajlik, és most fog hamarosan lezárulni, amikor ez nagyon sok színes és konkrét program keretében jelenik meg, és hát utána pedig nyilván ezeket folyamatosan értékelni kell, ha szükség van, korrigálni kell. Számos eleme egyébként megjelent, tehát mondjuk az, hogy a pénzügyi rendszernek az újra szabályozása tekintetében folyamatosan fogadunk el most már jogszabályi kötelező erejű döntéseket. Éppen tegnap a parlamentben szavaztunk a befektetési alapok sokkal szigorúbb ellenőrzéséről és szabályozásáról. Tudjuk, annak idején a válság kirobbantói, főleg ők voltak ezek az úgynevezett hedge fundok. Egyetlen egy percünk volt, és egy gyors válasz kérek. A jövőre esedékes soros uniós elnökséget, Magyarország elnökségét szélsőségesen vagy nagy lehetőségként, vagy kézlegyintéssel szokták elintézni. Gondolja, hogy a foglalkoztatás politikában segít nekünk valamit, hogy meg tudjuk magunkat egy kicsit mutatni a közösségnek? Én azt gondolom, hogy kézlegyintéssel néhány szocialista képviselő intézte el, és ezt próbálja az uniónak beállítani. Az unióban rendkívül nagy várakozással tekintenek a magyar elnökségnek. Mind a spanyol, mind a belnökség kicsit szegényre, szintelenre sikeredett, mindenki azt gondolja, hogy na majd most a magyarok megmutatják, tehát a kihívás és a várakozás nagyon nagy velünk szemben. Ennek megfelelően ez lehetőséget is jelent számunkra, hogy a törekvéseinket elfogadtassuk, elismertessük, európai politikák részeként folytassuk. Üri Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést!